Kapok időnként fenyegető kommenteket, meg e-maileket, hogy feljelentlek az immigrációnál, és haza fognak tenni. Sőt, még zsaroló e-mailt is kaptam. Még olyan is, amely angolul volt megfogalmazva. Persze magyar trollok által, de angolul, elég helyes angolul volt megfogalmazva. Amiben azt követelték, hogy törüljem le a YouTube csatornámat. 48 órán belül. Mert ha nem, akkor feljelennek az immigrációhoz. Ó, gyerekek, mi? Hagyjatok már az ilyen hülyeségekkel. Nem gondoljátok, hogy én tisztában vagyok ezekkel a dolgokkal. Tehát én már itt vagyok ugye 2005 útos, 2005 végén, 2006 elején lejárt a vízumom. És én tisztában vagyok, hogy kirakhatnak bármikor. És ugye, hogyha én ettől féltem volna, vagy tartottam volna, vagy nem akartam volna, hogy megtudjátok, akkor nem beszéltem volna soha a videókba erről, meg átitkoltam volna a címemet, meg nevemet, meg stb. Meg lát, nem is, egyszerűen nem is videóztam volna. Soha, vagy csak így ritkán egyet feltöltöttem volna, amiből nem tudtatok volna meg semmit. Na, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy én mikor ezt, mikor erről kezdtem beszélni, ugye, valami Amerika egy első adásával beszéltem erről, és azután sokszor még. Akkor én tisztában voltam ezzel, hogy jöhetnek majd fenyegetések, meg zsarolások, meg ilyesmi. De én ma akkor úgy voltam vele, hogy nem igazán hatott meg, tehát nem igazán érdekelt, hogy mi történik. És sokan ezt furcsalják, hogy én hogy van az, hogy le se szarom, mikor itt ugye van farmom, meg ide befektettem a pénzem, meg az időm, meg az energiám. És hogy veszem ilyen könnyedén. De hát úgy, ezt úgy veszem könnyedén, hogy én itt már megtapasztaltam, amit meg akartam. Ugye itt vagyok 12 éve. Az amerikai álmot már megéltem, túl keresztül mentem minden fázisán. És most már egy olyan állapotban vagyok, hogy igazából nem számít. Tehát én hónap felülnék a repülőre, és hazamennék, vagy lemennék Ecuadorba. Én nem veszítenék már semmit. Sokan azt hiszik, hogy ezzel hatnak rám, hogy megfenyegetnek, hogy jaj, akkor nekem milyen rossz lesz, ha innen kiraknak. De hát sokan azt nem fogják fel, hogy nekem sokkal könnyebb lenne máshol az élet, Ecuadorba, vagy Kézdivásárhelyen, vagy Magyarországon, vagy akárhol. Tehát már én jelenleg megcsinálom a pénzemet, ugye YouTube-ban, meg bányászással, de már az előtt is, tehát én vannak még régi klienseim, például Connecticutben, havi 150, minden, havi 300 dollár jön be két jó régi kliensemtől, és az akkor is fog bejönni, ugye, hogyha hazamegyek. És tegyük oda a YouTube által, ugye tőletek, amit kapok a YouTube által, havi 250 dollár, mondjuk se 300 a klienseimtől, ez havi 550 dollár. Leszámolva a bányászást, ugye, ami 1500 dollárra vonta a bányászás, az ingadozik mindig lesfél, de most ott van, csak a két kliensemet vegyük Connecticutből, akik havonta 150-et mindenik fizetnek. Ez 300, meg 250, YouTube 550 dollár. Hát abból tudjátok, hogy milyen urason tudnék élni, ha Ecuadorba, ha Erdélybe, ha Magyarországon. Nem tudom, most Magyarországot miért említem, mert nem valószínű, hogy oda mennék. Hát Erdély Kézdire mennék, Tórján laknék a gyümölcsösbe. De ugye
a költségeim nagyon alacsonyak lennének, és még akkor is, ha felit az állam elveszi Vigan nénék a másik feliből. Úgyhogy azzal, hogy itt vagyok most, akkor ugye mondhatnátok, hogy na de akkor miért tűz ott, akkor miért nem mész haza, vagy miért nem mész Ecuadorba. És ezt is említettem már, de most még egyszer, hogy mindenki tudja. Tehát azért, mert jelenleg itt jól áll vagyok, és minél többet fektettek a farmban, minél jobban fele dobom a farmot, ugye, minél jobban beültetem, meg minél termékenyebb lesz a farm, meg az épületek, stb. Tehát minél faszább lesz a farm, ugye annál nagyobb lesz az értéke. És ha majd úgy döntök, hogy haza költözök, vagy Ecuador, vagy akármi, akkor annál több pénzt tudok kivenni belőle. És jó, azért nem sietek a hazamenéssel, de viszont az utóbbi időben az is megfordult a fejembe, hogy ugye, hogyha a családot akarok alapítani, akkor valószínű, hogy az legjobb otthon lesz. Úgyhogy ja, kész vagyok, hogyha menni kell, menni kell, menni kell. Úgyhogy egyéb nem számít, ugye itt ilyen olyan cuccok vannak, lószor. James itt van segítene, tehát én azt már beszéltem már régebb ügyvédekkel, meg mindent, úgyhogy tudom, hogy mi a procedúra. Ha ne talán kiraknak is, általában adnak 30-tól 90 napig, de ha nem adnak is, akkor ugye át tudom ruházni, tehát sokan azt hiszik, hogyha hazatalan szólnának, akkor elveszítem mindenemet, de hát az itt nem úgy működik Amerikában, tehát itt nem tudom más országokban hogy működik, de itt a tulajdonjog az külön van választva az immigrációtól, tehát én nem veszítem el a farmot, hogyha kidobnak. Úgyhogy el tudom adni ugye ingatlan ügynökségen keresztül, vagy felhatalmazom James-et, vagy mit tudom én. Tehát ez nem gond. Úgyhogy ha ne talán hazadobnak, akkor ott van a lehetőség. Itt van, eladom a farmot 50-60 ezer dollár, itt 80 ezerért, amennyit adnak érte. Szerintem jelenleg egy olyan 60 körül el tudnám adni. És kész, az élet megy tovább. Amit akartam, azt itt már megtapasztaltam. És ahhoz, hogy felnyomjam a farmot, ugye még belé kell fektessek 2-3 évet, se több tízezer dollárt. Úgyhogy egyszerűbb lenne nekem, hazamenjek, s beüljek a gerendaházba, tórján, s évezzem az 1 hektáros gyümölcsöst. 100-150 fával, és folytassam ott, amit itt ugye elkezdtem, hogy átalakítsam permakultúrásra. Ja, úgyhogy azért nem érdekel a trókodás, mikor jönnek el, piszkálnak se, hogy feljelentlek, se kirúgnak, ja, és akkor mi van? Tehát nem nagy dolog, én nem látok úgyse túl nagy jövőt itt nekem, ha csak tényleg nem kapok valakit, akit itt egy helyi, egy olyan lányt, akivel, de nem látom, de próbáltam, s nem. Úgyhogy, nos, ugye, hogy most ez megint ugye releváns, mert Trump nyerte a választásokat, s már trókot már kommenteljétek, ott egy páron le is törültem, nem érdekelnek az ilyen hülyeségeitek, hogy jöztök ott piszkáltok. Azt hiszitek, hogy idegesít, nem idegesít, csak nem foglalkozok veletek. Úgy mondják, hogy na, szedheted a sátorfádat, ereszed haza, és ki leszel rúgva, s így, s úgy, persze ékes jelzőkkel aggatva még. Na, de Trump nem fog kirúgni szerintem, és már az első megnyilatkozásaiból is láttuk, hogy hát ő azt akarja, hogy a határa kártet építeni, falat lezárni a mexikói határt, meg nagyon megszigorítani ugye az immigrációt, mindenféle téren, ugye főleg muszlim immigrációt, határt lezárni délen,
és a bűnözőköt kitoloncolni. Tehát az neki a nagy, és a bűnöző, ugye ez nem arra, az nem én vagyok itt a bűnöző, tehát én nem szöktem át a határt, nem, tehát én hivatalosan jöttem ide vízummal, kicsit túltartózkodok, ugye, de az nem bűncselekmény. Tehát mikor azt mondja, hogy kitoloncol 3 millió bűnözőt, akkor azokra érti, akik főleg ugye, főleg itt a déli részeken, Texas, Arizona, Kalifornia, de nagyvárosokban is, ugye Chicago, meg mit tudom én hol, Sanctuary Cities. A bűnözők, gang emberek, meg a fegyver kereskedők, meg a drogdílerek, meg a aki nem jár erőszakot, meg különböző bűncselekményt követnek el. Tehát az, ja, azokat akarja kitoloncolni. Az, aki csendben van, s végzi a dolga, s nem csinált semmi bűncselekményt, azokkal nem fog foglalkozni, legalábbis egyelőre. Úgyhogy a prioritás az, hogy lezárni a határt, megszigorítani a muszlim immigrációt, és kitoloncolni akik bűncselekményeket követnek el. És aztán, hogy velünk mi lesz, akik nem bűnözők, és csendben vannak, és végzik a dolgukat, nem követtek el semmit, azt majd meglássuk. De ugye, hogyha Hillary lett volna, akkor jobb lett volna nekem, ugye ebből a szempontból, mert 3 hónap, illetve 100 napon belül azt mondta, papírt ad mindenkinek. Úgyhogy akkor haza tudtam volna jönni, és keresni egy menyecskét, se, ja, így könnyebb lenne, hogyha már lehet utazni jobbra-balra, akkor. De meglássuk, még várok mondjuk egy évet, és meglássuk, hogy mi lesz. Hogyha nem adnak papírt, és itt helyben nem kerül menyecske, akkor lehet, hogy felteszem a farmot a piacra, és eladom, s hazajövök. Ugye, mert a családalapítás lassan fontosabb lesz nekem, mind a farm, vagy Amerika. Úgyhogy azért is nem érdekel, hogyha ma kirúgnak, vagy hónap, az is oké, és hogyha egy év múlva, az is oké, és tehát nem nincsenek ilyen kötődéseim, ilyen helyi kötődéseim, hogy jaj, most Istenem, mi lesz, kirúgnak, és nem tudok visszajönni. Mit tudom én, nem érdekel. Voltam itt már eleget, hogyha menni kell, és kész. Na, csak akartam tisztázni ezt a dolgot egy kicsit. Néha beszéltem ezekről a dolgokról itt-ott, meg élőadásban, de aki újonnan nézők, azok nem tudják se. Ja, meg a trolloknak is ugye üzenet, hogy hiába erőködtök, mert leszarom, úgyis kaptok egy törlés, meg bennelés, és le vagytok szarva, úgyhogy nem értek el ezzel semmit. Na, ennyi ügy dióhéjba. Menjek dolgozni, mert annyi dolog van, hogy azt se tudjam, hogy hol kezdjem. Egyet falok, ott kezdem. Nem, ugye dolgozok a izén, felszereltem itt az új alkatrészt, és most dolgozok a behúzót, ott a szigálósnak csináljam meg. Arról sem még videót csinálni sincs időm, annyi felé kell szakadjak. Na, de minden lassan, lassan minden meg lesz, gyerekek. És az élet megy tovább, akármi történik is, úgyhogy nem, ne hagyjátok, hogy mások próbáljanak meg irányítani és manipulálni azzal, hogy megfenyegetnek, hogy ilyen vagy olyan vagy zsarolás. Nálam ilyen nincsen, hogy zsarolás vagy fenyegetés, én nem félek senkitől, semmitől, és nem tudtok olyan mondani vagy csinálni, ami letűrne, vagy így megdöbbentene, meg nem tudtok megakadályozni. És nem tudom, hogy a trollok miért nem tudják ezt felfogni ma. De jó, remélem most tisztább és érthetőbb lesz, hiába vergődtök, kínlódtok.
Én úgyis úgy élem az életem, ahogy én akarom. És akinek nem tetszik ez az, azt leszarom, mit mondjak. Jó. Na jó. Ennyi volt. Pa.